Kedves testvérek, a mai alkalomra két megemlékezést szántam, az egyiket nagyon röviden, hogy 50 évvel ezelőtt távozott Magyarországról, az amerikai nagykövetségről Mindszenty Bíboros hercegprímás, a másik lenne a törzsanyaga az esti hittannak, hiszen minket egész közelről érint, 60 esztendővel ezelőtt halt meg Grősz József kalocsai érsek, hát pontosan október 3-án, de hát az a nap most vasárnapra esett. Mindszenty József, mint tudjuk, forradalom után az amerikai nagykövetségre menekült. Ő úgy gondolta, hogy az egy azilium lesz neki. Tehát egy olyan hely, ahol ott lehet addig, ameddig ő szeretne, bár nem lehetett tudni akkor, hogy hogyan alakul a következő években a politikai helyzet. Az amerikaiak valójában csak egy ilyen, mint a migránsoknak, de még olyat se, ilyen refugiumot, ilyen menedékfélét adtak, és egyre nehezebbé váltott a helyzete, hiszen majd 15 évet töltött el az amerikai nagykövetségen, és a politika az mindig változik. Az a nagykövet, aki a forradalom napjaiba jött, annak el kellett mennie. Kádár rendszer kiutasította, és amikor enyhült a helyzet, akkor egyre inkább hatalomra kerülve a Kádár rendszer megszilárdította a pozícióit. És hát miután a nagykövetségi szintre emelkedett a magyar-amerikai kapcsolat, akkor egyre inkább sürgették, hogy Mindszenty hagyja el a nagykövetséget. És a nagykövetség számára is, hogy így mondjam, kellemetlenné vált az ott léte. Mindszenty nem akart idegenbe távozni, mert tudta azt, hogy ha ő elmegy, akkor még kisebb rálátása lesz a magyar helyzetre, és a tridenti zsinat az egyébként is kánonba hozta, hogy a főpásztornak a saját egyházmegyéje területén kell laknia. És ő tartotta magát ahhoz, hogy ő az egyházmegyének, esztergomi egyházmegyének a főpásztora. És hát még hatodik Pál pápa is az első találkozás alkalmával, mikor kiszabadult, akkor azt mondta, hogy te vagy és leszel továbbra is az esztergomi érsek. Hát sajnos nem így történt vele a későbbiekben. Ő ott közben megírta az emlékiratait, amit itt éppen én is kezemben tartok. Ez valahogy mindenféle kerülő utakon jutott el hozzám, még a 70-es években. Ezt Vörösvár István adta ki Torontóban 1974-ben. Nem sokra rá én később meg tudtam szerezni, és hát az országvilág lapjaival borítottam be külsőleg, mondom, ha esetleg házkutatás találna lenni nálam, mindjárt akadjanak rá. Na most ezt az emlékiratokat végképp nem akarta a Kádár rezsim, hogy megjelentesse, hiszen érintve voltak benne az akkori vezetők, a vele történt sok gyalázat is benne van, elfogatása, megkínzatása, kirakatpere, és így tovább. És kényszerítették, illetve Rómának is azt mondták, a Vatikánnak, hogy ne engedje, hogy megjelenjen, mert akkor ez büntetést von maga után a magyar egyházra nézve. És hát ott is azt szerették volna, hogy hát adja le, aztán majd halála után, nem tudom mennyivel, majd amikor már senkit nem érint, akkor majd kiadják.
Ő ebbe egyáltalán nem akart belemenni, és hát a tárgyalások folyamán is Váltig ragaszkodt hozzá, ő pedig az emlékiratait kiadja. Amikor a Spielmann bíboros meghalt Amerikába, akkor hát sikerült neki egy olyan másodgenerációs magyar pappal kapcsolatot teremteni, aki elkezdte a tárgyalásokat a könyv kiadására. De ő akkor még a nagykövetségen volt. Innétől kezdve ő már nem maradhatott. Mentek a tárgyalások, hogy el kell hagynia az amerikai nagykövetséget. Hozzáteszem, az ott tartózkodása az valóságos börtön volt. Ő így mondja, hogy fél rabság. Állandóan őrködtek kint a nagykövetségen kívül a magyar államvédelmi szervek. Ezt talán már mondtam valamikor, hogy amikor engem sorozásra vittek, akkor a politikai tiszt elmondta, hogy a magyar katonának a külső és belső ellenség ellen kell védeni a hazát. A belső ellenség Mindszenty József. Hát azok a falusi gyerekek azt se tudták, hogy ki az. Én tudtam, és akkor mondta, hogy csak jöjjön ki a ilyen meg olyan gazember, majd elkapjuk. Szóval lényegében kívülről is mindig őrizték a házat, ott éjszakot beregtették az autókat, hogy ne tudjon aludni, de ő nem hagyhatta el azt a szobát sem, amiben volt. Ugyanis még az is nehezítette a helyzetet, hogy egy időre a börtönben szerzett TBC-s betegsége kiújult, úgyhogy ez aztán még nehezebbé tette a helyzetét, de vagy isteni csodával, vagy valami erős akaratta el is múlt. Negyed évenként fogadhatott valaki, tehát még élt az édesanyja, akkor talán egyszer vagy kétszer volt nála. Senkivel nem levelezhetett, nem telefonálhatott senkinek. A Vatikánból jövő diplomaták, mint például Monsignor Kéli, az megadott időpontban eljöhetett hozzá, vagy esetleg a más vatikáni megbízott, de nem találkozhatott emberekkel. És ugyanakkor hát ő azért próbált kapcsolatot teremteni, minden évben írt az amerikai elnöknek, de egy-két szóval lezárták a vele való kapcsolatot. Hát akkor írtak neki hosszabban az amerikai elnökök, amikor talán a Kennedy volt, aztán a Nixon talán, hogy most már aztán el kell mennie. Én a emlékiratokból csak azt a részt olvasom föl, amikor 1971. szeptember 28-án sor került arra, hogy elhagyja Magyarországot. Leírta, hogy életem egyik legnagyobb keresztjét veszem magamra. Őben annyira ott volt a magyar nép és a magyar egyház szeretet, hogy itt akart maradni. A lépcsőházban a tisztviselők és tisztviselőnők sorfala között jöttem le fél kilenckor az első emeletről a földszintre, és a kapun, remélem jól ejtem a nevét, Puhan nagykövettel együtt léptünk ki a szabadságtérre. Kezet fogtam vele, utána kiterjesztett kezekkel megáldottam a fővárost és az egész országot. Aztán beszálltam Monsignor Zágonnal, ez egy Rómában élő pap volt, és sok jót tett a magyaroknak, ő is emigráns volt. Monsignor Zágonnal a bécsi apostoli nuncius kocsiába. A másik Ausztriából küldött autón egy orvos és Monsignor Kéri követtek bennünket, és miközben államvédelmi rendőrök gépkocsiai kísérték a menetet, mi szótlanul hagytuk el Magyarország fővárosát. Gyorsan megtettük az utat Győrig, és onnan a határig. Hegyeshalomnál az autó ablakán keresztül megrendülve láttam most én is a hírhet vasfüggönyt,
a szolgasságra vetett ország egyik szimbólumát, a szabadság és demokrácia századában. Aztán ugye kiment Rómába, találkozott hatodik Pállal, ott akarták fogni, de ő nem maradt, visszatért Bécsbe, a Pázmenámba, abba az intézménybe, amit Pázmány Péter elődje esztergomi érsek alapított, és aztán innét járta a világ magyarságát, és tartotta a lelket a kinti magyarokban. Egyébként állandóan figyelték, hogy mit prédikál, és folytonosan bombázták a magyar hatóságok Vatikánt, hogy állítsa le Mindszenty Bíborost. Hát nem sikerült leállítani, és úgy, mint tudjuk, 1975-ben meghalt. Az másik évforduló, Grősz József halálának 60. évfordulója. A tavaszi hittanórák egyikén a letartóztatásának 70. évfordulójáról megemlékeztem, és ott kicsit vázoltam a háború utáni magyar egyház helyzetét, benne az ő letartóztatását, és Perét, ami hát egy második nagy monstre per volt, 115 résztvevővel, 24 mellékperrel és 15 halálos ítélettel. Ő 15 évet kapott, amiből 50-et leült. 5 évet leült, bocsánat. És hát innét jönne, hogy emlékezem erre az időre szintén röviden. 1955-ben enyhült a börtöni helyzete, arról csak keveset lehet tudni, hogy ott mi volt. Utána elszállították püspök Szent Lászlóra, és azt vette észre, hogy Mindszenty Bíborost is oda vitték. És ott egyszer-kétszer kijátszva az őröket tudtak találkozni. Mert előtte semmit se tudtak egymásról. Lehet, hogy egy börtönben voltak, de semmit nem tudtak. Püspök Szent Lászlóról aztán Felső Petényben vitték, az ott fönn van jóval Vác fölött, ott már nem tudtak találkozni. De miután meghalt Czapi Kérsek 1956 áprilisában, illetve már előtte nagyon betegeskedett, az állami hatóságok úgy gondolták, hogy ki kell hozni a börtönből Grősz József érseket, mert ha meghal a Czapik, akkor nem lesz kivel tárgyalni. Hát ő engedékenyebb ember volt jóval, mint Mindszenty, de Grősz Józsefnél is. Bár tudjuk azt, hogy amikor meghalt, fölkeresték előtte az állami hatóságok, és hát a legkeményebb szavakkal ott a halál árnyékába, aztán elküldte őket. Visszatérve Grősz érsekre, Tószegre került, ez itt van az Tisza mellett egy pár hónapra, az már házi őrizet féle volt, és a Czapik halála után akkor kérték a szabadlábon lévő püspökök, hogy engedjék ki Grősz érseket. És május 19-én visszatért Kalocsára. Nem rehabilitálták őt, csak amnestia félét kapott. Rehabilitálása csak 1990-ben történt meg. Ugye az egyik az egy ilyen közkegyelem, a másik pedig az, hogy teljes jogaiba való visszaállítása, a rehabilitálás, elismerve azt, hogy bűnös módon jártak el vele. Hazatért, nagyon nagy örömmel fogadta a kalocsai nép, erre ő sokszor hálát telt szívvel gondolt. És hát ő lett ismét a püspöki kar elnöke, mindahogy volt már egyszer a Serédi bíboros halála után
ameddig nem lett Mindszenti az elnök, illetve a Mindszenti lecsukása után is egy rövid időre. Június 13-án, még 56-ban összehívta a püspöki kart, mert akkor már egy kicsit enyhült a helyzet, és hát mindenki csodálkozott, hogy erőteljes szavakkal püspöki kari ülésről a nagy békepapot, Beresztóczi Miklóst kiküldte. Ezt előtte meg nem merték volna tenni, de ő kiküldte. Nincs helye ott, mert besugónak tartották. És hát rögtön az egyház megyéjében személyi változásokat vitt végbe, ugyanis a Rákosi rendszerben minden püspök alatti fontosabb pozíciót ők, az állami hatóságok jelöltek ki. Ezért egyik egyházmegyéből a másikba helyeztek embereket, irodaigazgatónak, de olykor helynöknek is. És hát egy egész oldalt tesz ki az akkori ilyen diszpozíciós körlevele, erre majd csak 56 forradalma után tértek ki a többi püspökök, illetve Mindszenti bíboros fogságából kiszabadulva. Visszatért ide a kalocsai székhelyére, és még azon a nyáron történt, hogy két belső embere, Tasi Ferenc meg Gyetvai Péter, leszerelték a lehallgatókat. De egyet valahogy nem vettek észre, és az a egy lehallgató továbbra is közvetítette mindazt, amit mondtak benne az aulában. Hát ennek aztán később meglett a következménye, mert 57-ben letartóztatták Tasi Ferencet is, meg Gyetvait is, de akkor valahogy még sikerült föllépni erőteljesen Grősz érseknek, hogy ne csukják le őket. Közben kitört a forradalom, aminek az elején Grősz érsek óvta a népet a vérontástól és az erőszakoskodástól. Viszont amikor leverték a forradalmat 1956 szilveszterében, akkor elmondja a prédikációjában, hogy 12 évi elnyomatás miatt folyt a vér magyar földön, vissza akarták nyerni a szabadságukat az emberek, és nem a szocialista vívmányok megsemmisítését és a kapitalizmus visszaállítását akarták, hanem szabadságot. Ezt nyíltan elmondta. Pedig már akkor a kádárék ellenforradalmat emlegettek. És hát úgy fejezi be azt a szilveszteri beszédet, hogy reméli, hogy a kormány beváltja az ígéreteit. Még azt is, hogy kivonják a szovjet csapatokat az országból. Ugyanis a kádáréknak egy darabig nem volt ereje egy pár hónapig az egyházra. És akkor fűtfát ígértek, ugyanúgy, mint amikor a forradalom első napjaiban Kádár még magyar földön volt, és nem ment ki Moszkvába, vagy Kárpátaljára, vagy ki tudja hova. Addig ő is azt ígérte, hogy több pártrendszer lesz, visszatér a demokrácia, és így tovább. Amikor visszajött orosz tankokkal, akkor már mindjárt ellenforradalom lett neki a korábbi forradalom, és először a politikai ellenfelekkel akart leszámolni. Mi akkor nem jutott erejük arra, hogy az egyházat ismét satuba szorítsák. Ugyanis akkor megszűnt az államegyházügyi hivatal is egy időre, amelyik minden lépését ellenőrizte a magyar egyháznak.
És azt ígérték, hogy valami olyasmi szerv lesz a kulturális minisztériumban, ami javát akarja az egyháznak. Meg is fogalmazta Grősz érsek, hogy teljes kormányzati szabadságot akarunk, hogy ne lehessen beleszólni abba, hogy én kit hova helyezek, egy püspök. Ne legyen cenzúra a könyveknek, folyóiratoknak. Állítsák vissza a szemináriumokat. Aztán az államosított egyházi épületet, amire szükség van, azt is adják vissza. Állítsák vissza a szerzetes rendeket. Az apostoli szentszékkel lehessen állandóan találkozni. És adják meg a gazdasági lehetőségeket, például, hogy szedik az egyházadót az egyháznak. Meg is fogalmazta azt a püspöki kar is, csak hogy jött két levél Rómából, két intézkedés, ami a kommunista pártnak nagyon, hogy is mondjam, az ellenérzését kiváltotta. De talán jobb, ha magát a körleveléből olvasom föl ezt a részt Grősz érseknek, amit 57 végén ír. Végére értünk az 1957. évnek. Reménykedve, bizakodva léptük át egy évvel ezelőtt küszöbét. Szabad életről álmodoztunk. Aztán teltek, múltak a napok, hetek, és reményeink szétfoszlottak. Egyházi vonatkozásban is. Nehéz, keserves küzdelmekkel telt el az első fele az esztendőnek. Az apostoli szentszék január 21-i keltezéssel két fegyelmi dekrétumot adott ki, amelyeket az államhatalom az ország belügyeibe való beavatkozásnak minősített. Ezek körül folyt a háborúság az egyházügyi hivatallal és a püspöki kar között, amíg végre, ha nem is 100%-osan, de lényegében a dekrétumokat végre tudtuk hajtani. A fő egyházmegye közvetlenül nem volt érdekelve bennük. Mi volt ebben a szentszéki körlevélben? Hogy minden olyan békepapot, aki nem a egyházi törvények szerint ért el a magasabb beosztását, le kell váltani. A másik az volt, hogy általában ugye a békepapi emberekből választottak ki országgyűlési képviselőket egyház részről, azokat le kell mondatni, hogy ne legyenek ott a parlamentben, mint képviselők. Most a szabadabb világban sem lehetünk ott, pap nem lehet, katolikus pap, országgyűlési képviselő. Hát ezt nagyon nehezményezte a kommunista állam. Sikerült valahogy feloszlatni a békepapi bizottságot, ami területig is le volt osztva, és hát megosztotta a papságot, de hogy annak élét vegyék, nagy nyomás alatt először is létrehoztak két olyan szervezetet a magyar püspökök, ami az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága volt, és az úgynevezett Opus Pacis, a béke műve. Vagyis azt mondták, hát a katolikus egyház békét akar, akkor legyen egy béketanács, de ne az, ami a békepapoké volt, és legyen egy ilyen béke műve, amiben minden pap benne van, hogy ne lehessen megosztani a papságot. És ez jártak ők az élére ennek, hogy ne az legyen, hogy kiválasztott személyek, akik az államhoz különösen is lojálisak voltak, azok vezessék. Hát ugye ezt a kettőt kikényszerítették, de úgy gondolták,
hozzáteszem naivan, hogy ez majd elegendő lesz. Hát persze nem volt elegendő, és ugyanebben a körlevélben mondja, hogy ha nem is sok, de valami eredménye más téren is volt küzdelmeinknek. Mondom, nem sok, de mégis valami mindez a múlthoz képest. Ugyanis egy időre megengedték a fakultatív hitoktatást, hogy nem kellett beiratkozni, mint korábban. De utána visszavonták, azzal az ürüggyel, hogy a klerikális reakció fészkelett a hitoktatás, és megszűnt a szabad megtagadásnak a lehetősége. Értjük ezt a rafinált gondolkodást, mint hogyha az egyház kényszeríteni tudta volna az akkori gyerekeket, hogy hittanra járjanak. De akkor még olyan nagy buzgalom volt a hívekbe, hogy szinte sok helyen 100%-os volt a hitoktatás. És ebből ők azt olvasták ki, hogy kényszerítve vannak. A szülők veszekedtek a kommunista igazgatókkal, erre még az én gyerekkoromból is emlékszem. És akkor leírja itt a fájó pontot, hogy Badalik Bertalan veszprémi püspök eltávolítása egyházmegyéje éléről. Hiába tiltakoztunk. Fájó pont, hogy Péter József fászci püspök még mindig nem térhet vissza egyházmegyéjébe. És Kisberg Imre székesfehérvári segédpüspök még mindig Dunabogdányban kénytelen tartózkodni. Fájó pont papjaink és híveink letartóztatása. Fájó pont volt számunkra, hogy nem vettünk részt az ősi búcsújáró helyünk Mária Cern jubiláris ünnepségein. És akkor ezt így sorolja, viszont hálával gondol a Caritas Internationalisra, amely nagyon sok élelmet meg ruhát hozott az országba. Erre emlékezhetünk, hogy jöttek csomagok abban az időben a plébániákra, mert azokban bíztak meg a külföldi karitászosok, és ott lehetett ruhát, élelmiszert kapni. No tehát ő azért bátor volt, mert ezt 57 végén elmondja. De hát megkezdődött a teljes visszarendeződés, úgyhogy nem csak ezeket a püspököket, hanem a többit is vegzálták, vagy ismét csak a internáló táborba, vagy háziőrizbe bevitték, mint például Papp Kálmán győri püspököt, és aztán Endrei Mihályt is, aki 56 után éppen Grősz József megbízásából, mert akkor ismét a püspöki kar elnöke volt, hiszen Mindszenty a nagykövetségre menekült, ő bízta meg, hogy az esztergomi egyházmegyének legyen a kormányzója. Szentelő püspökön volt Endrei Mihály, én sok mindent tudok erről az időről, mert elmesélte nekünk a püspök úr, hogy ezek, hogy történtek ezek a dolgok. És ő is olyan volt, hogy egy darabig, amíg lehetett, elment, de egy ponton túl nem engedett. Non possumus, mondták. Erre aztán őt Vámos Mikulára házi őrizetbe tették 4 évre, de olyan házi őrizet volt, hogy nem mehetett ki. Egy ilyen gonosz nő volt ott a háziasszony, aki ellenőrizte, és egyedül karácsonykor kellett elhagynia, de nem mehetett egyetlen plébániára se. Úgy ő maga mondta, hogy vasúti vagonokba töltötte a karácsony idejét. Szóval ördögi volt. Ugyanígy helycére vitték a péteri püspököt, szóval maiak el se tudják ezt képzelni, hogy milyen óriási nyomás alatt állt az egyház. És hát persze azokat, akiket korábban beszerveztek a békepapi mozgalomba, azokat visszahozták, és hát megint
élére álltak Beresztóci Miklóssal, Várkonyival, és így tovább. Ezt jól tudjuk, hogy ez akkoriban így volt. Gyakorlatilag egy-két püspök volt szabadon, egy Szabó Imre, aki az egész országba örökké bérmált, mert szinte más püspök nem is volt, engem is ő bérmált meg, pedig esztergomi segédpüspök volt Szabó Imre. Így aztán ugye ilyen helyzetbe került az egyház, hogy ismét felállították a békepapságot, és ismét megkövetelték azt, hogy minden helyen az ő beleszólásuk után lehetett csak helyezni valakit. De voltak papok, akiket ők helyeztek. Hát nekem volt egy címeres békepap főnököm, aki azt mondta, engem nem a püspök helyezett ide, hanem az elnöki tanács érdemeimért. Úgyhogy 28 éves fejjel Budapest egyik legjobb plébániáját megkapta, mert hát ő is benne volt a kemény békepapi vonalban. És aztán ugye az államegyházügyi hivatal újra visszaállt, valami pici engedményt tettek a sajtó ügyébe, hogy megjelenhetett a kétoldalas új ember, tudjuk, néha a vigília, és fél órát adtak előre cenzúrázott módon, úgynevezett vallási fél órát, körülbelül a katolikusokra havonta került egy alkalommal. De hát ez volt a mézes madzag. Viszont újabb támadásba indultak, a központi szemináriumot ekkor szórták szét, mert nem akartak elmenni a békegyűlésre. A vezető Tabódi Istvánt 12 évre ítélték le, és csukták, és több más papnövendéket. Volt, akit börtönbe vágtak, volt, aki szolidaritásból eljött. Akkor nagy volt a központi szeminárium, mindösszese heten maradhattak ott. Lehet, hogy azokkal is talán aláírattak valamit, hogy ők azt most már semmi rosszat nem tesznek az államhatalom ellen. Egyébként valószínű, hogy grősz érsekkel is valamilyen ígéretet tettek, mikor kiengedték a börtönből, de éppen utána írta le ez a titkosszolgálat, a 3x3, hogy semmire nem megyünk vele. Kiengedtük, de semmire nem hajlandó. Tehát lehet, hogy azt mondta, hogy igen, majd igen, együttműködök, de ők maguk állapították meg. Pontosan így van, a hozzáfűző reményeket nem tudjuk megvalósítani. Nem lehet beszervezni, szó se lehet, hogy politikailag hassunk rá, írták. De hát ugye ezek olyan rafináltak voltak, mint az ördög. Ezek 1957-ben hoztak meg egy kitüntetést, amit nagyon nehéz volt visszautasítani, de érdekes módon abban a beszédben, amikor átadták neki, azt mondta, hogy hát nagyon furcsa ez a világ, 51-ben engem 15 évre ítéltek, és kígyót békát kiabáltak rám, most meg ezek az emberek jönnek és kitüntetnek. Ezt így elmondta, hogy most meg ez a hatalom engem kitüntet. Lehetett érezni abból, hogy hát ugye kényszeredetten helyzetben volt, hogy elfogadja. Szemináriumot szétszórták, nem engedtek újabb püspök kinevezéseket, például Belong Ellért fölszentelését. 60 és 61-ben volt egy nagy, óriási Fekete Hollók nevű egyház ellenes támadás, amikor egy éjszaka 400, de én más adatok szerint 1200-at tudok, hogy 1200 helyre mentek el házkutatás céljából. Sokakat letartóztattak, civileket, papokat, egykori szerzeteseket. Itt a bázisok, a kis közösségek ellen ment ez, és hát sok évre lecsukták őket. Ezt még megismételték
64-ben, és még volt egy 1970-ben. Ezt egy átlag magyar ember nem is tudja, hogy még akkor is lecsuktak embereket azért, mert fiatalokkal foglalkoztak. És megjelent egy körlevél, hogy a püspöki kar elítéli azokat, akik az állam ellen szervezkednek, pedig csak ifjúsággal foglalkoztak. De valószínű, hogy ők írták, mert a esztergomi, hát ilyen megbízott apostoli helynök, Schwarz Eggenhofer Arthur, ő maga mondta el, hogy ő utólag olvasta ezt a körlevelet, mikor megjelent. Persze ezzel lehetett revolverezni azokat, akiket begyűjtöttek, lecsuktak. Na látják, magukat még a püspökök is elítélik. Mit akarnak maguk? Na, szóval ilyen világ volt. Erre nem szabad nem emlékezni. Észbe kell tartanunk, hogy mi volt a múlt, és hát milyen nehéz idők voltak. Úgyhogy például, amikor papot szentelt utoljára 61-ben, Egerben, 60-ban szentelte itt az utolsó kispapot, vagy diákonusokat, akkor ugye, Vili atya is köztük volt, 61-ben így prédikál: nehéz időben vállaltátok a papi hivatást, mintha a mostani időkre vonatkoznának Szent Pál apostol szavai. Az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, elfordítják az igazságtól fülüket. Nehéz lesz a harc, amelyet az evangélium hirdetésében és a papi működésetekben rátok vár, de bízzatok abban, aki azt mondta apostolainak: ne féljetek, én legyőztem a világot, és én veletek vagyok minden nap a világ végezeteig. És bízzatok a jó hívek imádságos támogatásában. Ezt Egerben mondta el június 18-án. Miért szentelt ott papot? Mert nem volt püspöke, érseke, nem volt Egernek. Nagyon sok egyházmegyének nem volt abban az időben, csak azok, akik nem szentelettek papot. 74 éves korában, 1964-ben megülte az aranymiséjét. Több helyen is tartott itt Magyarországon. Nagyon sajnálta, hogy fél toronyba, ami Burgenlandban van, Halbtor, nem mehetett el. Ezt le is írja, hogy nem mehettem el a szülőfalomba. 1961-ben. És hát visszaemlékszik gyerekkorára, hogy nem akar tanulni, mert úgy gondolta, hogy jó lesz ő neki a paraszt élet, de a szállásad az adója azt mondta, hogy hát akkor szamár maradsz. Én szamár. És akkor neki durálta magát, és a bencéséknél aztán kiváló eredményeket ért el. Ezt is leírja, aztán leírja, hogy mit változott a világ, volt két háború, és így tovább. Úgy visszaemlékszik ezekre az időkre is, és hálát adott a 50 éves szolgálatáért. És aztán 1961. október 3-án, a reggeli szentmise után az érseki kápolnában rosszul lett, és szív gyengeség következtében elhunyt. Temetése is fölért egy tüntetéssel. Nagyon szerették őt, mert igen, jóságos ember volt így küllemre is, és az emberekhez. Ő nem volt egy vezéregyéniség, nem volt olyan hajthatatlan, intranzigens, mint Szenti Bíboros. De a maga módján egy ponton mindig ellenállt, és abból soha nem engedett. Aztán, hát ugye, meg is kapta érte a büntetését,
És mondta is egy alkalommal, üzente, hogy én voltam már 5 évet a börtönökben, a népköztársaság börtönébe, ha kell, ismét visszamegyek, de én már többet nem engedek. Köztudott, hogy nagyon nagy szűzanya tisztelő volt, átjárt a templomba, amikor rózsa fűzért imádkoztak. Sok Máriás, szűzmáriás prédikációja maradt fönn, hát ebből én csak egyikből egy nagyon kis részletet, lévén október hónapja olvasnék föl. És mondja, hogy minket azzal vádolnak katolikusokat, hogy mi imádjuk a Szűz Máriát, meg istenítjük. Nem, mi nem istenítjük Máriát. Mi tudjuk, hogy Mária is teremtmény, aki imádva borul le az isteni fölség előtt, de ugyanakkor valljuk azt is, hogy Mária olyan teremtménye az Istennek, amilyen nincs több az egész világ mindenségben. Ő a Szent Háromságnak, az isteni mindenhatóságnak legremekebb, legtökéletesebb alkotása. Joggal mondja Szent Bernát egyik beszédében, hogy az Isten teremthetett volna más világot, nagyobbat, szebbet és tökéletesebbet, mint amilyen teremtett, de Máriánál nagyobb, szebb és tökéletesebb Istenanyát ő sem teremthetett volna. Nem, mi nem imád, nem istenítjük Máriát. Mi tudjuk, hogy Máriának minden nagysága, szépsége és tökéletessége Istenanyai méltóságából ered, és azért tiszteljük és hódolunk körülötte. Körülvesszük őt szeretetünkkel. Arra, aki őt erre a méltóságra minden előzetes érdeme nélkül kiválasztotta, és akinek ő minden nagysága és szépsége és tökéletessége mellett is csak egyszerű, alázatos szolgáló leánya volt. De Mária nem csak a Szent Háromság legtökéletesebb alkotása, nem csak Isten anyja, hanem a mi édesanyánk is. Kihagyjuk egy hosszú részt. Szent fia mondotta egyszer, ő nem jött a világot megítélni, hanem üdvözíteni. Mária sem ítél meg, ítél el a világot, hanem segíteni akar rajta. Erről tanúskodik az egész keresztény múlt, egyházunk 1900 éves története, de erről tanúskodik a portugáliai Fatima és Szirakúza is, a Mária kép könnyezése, könnyeket hullatott, siratta a bűnei miatt bűnhődő világot. Fatimában pedig annak a 3 gyermeknek, akiket a Szent Szűz megjelenésére méltatott, megmutatta a világnak a nyomorúságból kivezető utat. Ez az út. Imádkozzátok a rózsafűzét. Imádkozzatok a bűnösök megtérését. Engeszteljétek a bűneitekkel megbántott Istent. Engeszteljétek az Istent különösen a szeplőtelen szív szombatján, ugye ez Mária ünnepe. A hónap első szombatján végzett engesztelő szentáldozással. Ez a feltétele annak, hogy a világon, a világ nyomorúságon segíthessen. És minél többen lesznek, akik hallgatnak a fatimai üzenetre, akik szorgalmasan is imádkozzák a rózsafűzért, akik buzgón imádkoznak a bűnösök megtérésért, és engesztelik az Istent, annál hamarabb tud segíteni, annál gyorsabban jön el az olyan epekedve várt béke és boldogabb jövő. Nem sok és nem is nehéz, amit a szeplőtelen szív tőlünk kíván. Ígérjük meg, hogy ezt megtesszük. Így fejezi be a prédikációját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!